اسمك كينات. Jó reggelt! Segíthetek valamiben? Meg akartunk látogatni titeket. A bátyám nincs most itthon. Ugyan már, hiszen itt a cipője, látom. Drágám, csupa szeretetből mondom ezt. Kérlek, menjetek fel, mielőtt Mehmet ideér. Különben ki tudja, mit tesz veletek, ha az apád beszélni akar veled, majd felhív. Tudom, hogy ti is láttátok az újságcikket. És én csak... Mi az ördögöt keresnek ezek itt? Nem mondom még egyszer, hogy vigyázz a szádra. Emir, hagyd kérlek. Fogd a feleséged és húzzatok innen. Miféle testvéd vagy te? Mehmet! Apa. Fogja a nejét, és menjenek innen. Viszlát. Gyere, na. Menjünk. Te menj. Intézd el, amit kell. Majd felmegyek. Feje. Ne. Elutasítom. Emir, kérlek, ne beszéljünk ma este rossz dolgokról. Látod, csak nézzük a filmet. Tegyünk úgy, mintha minden rendben lenne. Úgy szeretlek. Én is téged. Az apád. Tudom, rám vár. Akkor menj. Majd megyek busszal. Találkozunk a suliban. És menjünk el az ingatlanoshoz. Rendben, akkor sietek oda, és meglátjuk. Talán baj van? Nincs. Jól van. De ne várassuk el. Majd igyekszem. Biztos, hogy menni fog egyedül is? Anya, vagy százszor elismételtettél velem mindent. Szerintem nem lesz gond. Csak ne feledd. Csúnyán bántak veled, de attól még büszke nő vagy. Lehet, hogy ő Emir Sarafoglu felesége, de akkor is csak egy gondok pénzéhes kislánya, akit senki se szeret. Ezt tartsd észben. Uralkodj magadon végig, amíg beszéltek, ne akarj veszekedni. De azt se hagyd, hogy elnyomjon téged. Megértetted? Igen, anya. Nagyon nehéz volt eljönnöm ide. Bemehetek? Aznap éjjel, mikor először idejöttem, a szívem majd kiugrott a helyéről. Pont úgy, mikor először megláttam Emirt. Nem akarom ezt hallani, menj el, kérlek. Várj, hadd fejezzem be. Szerintem jogod is van tudni. Emir nem mondaná el, így nekem kell. Nem akarod tudni, hogy mi volt köztünk a férjeddel? Én már tudom, hogy mi történt. Úgyhogy elmehetsz. Nem, nem tudod.
Csak abban hiszel, amit ő mondott neked, nem igaz? De nem akarnál megismerni engem? Egész éjjel az én szememben nézett akkor. Tudtam milyen, ezért tartózkodtam tőle. De ő aztán nem adta fel. Olyan dolgokat mondott nekem, amitől úgy éreztem, én vagyok az egyetlen és számára legszebb nő a világon. Kifelé? Hallgass meg! Tudom, neked csak egy nőcske vagyok, aki berontott az otthonotokba, de akkor este nem így volt, akkor csak én léteztem. Nem mondasz igazat. Eljött hozzám, mert megtudta, hogy veszekedtem a bátyámmal. Akkor is csak én érdekeltem. Mégis én töltöttem vele az éjszakát. Sosem fogod megtudni, miket mondott nekem. És az sem, hogy miket tettünk együtt. Biztos sok álmatlan éjszakád lesz még emiatt. Csak egy dolgot hadd mondjak. Ha a gyermekem megszületik, biztos lehetsz benne, hogy kiderül, tényleg Emir az apja. Akkor mit fogsz csinálni? Hozzád hasonlóan én sem tudom sok kérdésre a választ. Sosem fogom tudni, mi történt volna azután, az este után, ha te nem kavarsz be. Hogy milyen lenne vele közösen nevelni a gyermekem. Vagy hogy milyen lenne egy igazi családban élni úgy, hogy a férjem mellettem van. Oh! Jól érzed magad? Meg vagyok. Néha történik ilyesmi. Nézd, én nem tudom, hogy mit hiszel rólam. Emir épp eléggé megalázott azzal, hogy pénzt ajánlott a hallgatásomért cserébe. De engem nem érdekel a pénze. Csak nem akarom, hogy apa nélkül nőjön fel a gyermekem. Emir nem fogadta ezt el a múltkor. Oda tudnád neki adni? Így néz most ki a fiunk. Egyébként átrendeztétek a hálószobát? Sevdalı bakışın.